Lorberer Árpád Ferenc vagyok. Nemrég készítettünk egy anyagot dr. Lorberer Árpáddal, valamint dr. Tóth Tamással közösen a fővárosban egykor volt Fürdőszigetről és a helyén jelenleg a Dunában elfolyó termálvizek hasznosításáról. Ennek a előadásnak a nagyon rövid összefoglalását fogom itt elmondani. Kérek mindenkit, hogy itt igazán érdekel a téma, az a felvételnek a hosszabbik verzióját válassza. A Dunában a szabályozás előtt sokkal több sziget volt, és az összes 1874 előtti térkép jelöli egy egészen kicsike szigetet, félúton az Óbudai nagy sziget és a Pesti part között. Ez a pici sziget, illetve zátony volt az úgynevezett Fürdő-sziget. A Fürdő-sziget minden térképen szerepel, ez a térkép például azért érdemleges, mert itt a szigeten korábban talált valószínűleg a római kori és középkori cölöpalapokat, hídalapokat mérte föl egy mérnök kolléga. Szerencsés módon 1856-ból fennmaradt egy tudományos leírás is, egyetlen egy pótolhatatlan cikk, amelyben Szabó József, a első geológus 200 évvel ezelőtti első vízföldtani publikációjában leírta a zátonyt, bemutatta annak a nyugati részén fakadó leírása szerint 40-50 darab forrást, amelyeknek a többsége 40 fokos hőmérsékletű volt, egy nagyon szép polihisztori jellegű anyagot közölt, amely ma is elolvasható. Hogy mi történt a zátonnyal, az elég egyszerű. Ugye a közelében föltárták a Margit-szigeten a hasonló ismert források alapján készült fúrással a termálvizet, majd 1874-ben ezt a kisméretű szigetet elkotorták, mondván, hogy veszélyezteti a hajózást. Sajnos a árvízvédelmi tervezést csak 1975-ben kezdték el, és ez maga a munkálatok több mint 10-15 évig tartottak. Ennek keretében ugyanis Újpesten visszatöltötték a partot, majdnem a Fürdősziget vonaláig, tehát ha az árvízvédelmi munkák kezdenek hamarabb, akkor ez a sziget alkalmasint ma is meg lenne. Mi előszedtünk több különböző régi térképet, és ezeket ráillesztettük, amennyire lehetett egy mai fontos tízezres topográfiai térképre. Itt a különböző színek jelzik négy különböző feldolgozás szerinti sziget körvonalakat, és a sávhozott terület pedig a utólagosan feltöltött pesti oldalt. Talán ezen a másik ábrán még jobban látszik. A sárga körök a környező termelőkutakat, termelőkutakat, a kékek pedig a észlelőkutakat jelzik. Mint látható, ezen a területen igen sok ilyen részben forrás, részben pedig mesterséges fúrással feltárt vízkivétel létezik. Eznek az az oka, hogy itt a Dunának ez a szakasza az úgynevezett Dunai termális vonal, amelyben a feláramló hévizek megcsapolódnak, és ahol egymás mellett találkoznak ugye hideg, langyos és forró termálvízforrások, ez különösen a budai oldal forrásra jellemző. A vízáramlás több irányból történik, tehát a meleg komponens rövid, alapvetően keletről érkezik be, míg a langyos és hideg az érkezik a budai hegységből a legrövidebb áramlási pályák mentén. Hogy miért érdemes ezekkel a forrásokkal foglalkozni, leginkább azért, mert a budapesti termálvízkincs gyakorlatilag teljes egészében védett vízkészlet, új kutakat, új fürdőket létesíteni elég nehéz, illetve szükséges hozzá a meglévő víz kitestek, vízkvóták felosztása. Az egyetlen szabad, nem hasznosított vízkészlet az gyakorlatilag az, ami mederbe folyik el, és a mederben több helyen elfolyó források közül a legnagyobb hozamú az ez a korábbi Fürdősziget helyén létező vízfolyás. Ugye itt a felszín közelben van nagy mennyiségű 40 fokos forró víz, mely energetikailag ideális, mert hogy langyos, illetve meleg formában is kiszedhető, és mindenféle energia felhasználás nélkül artézi módon feljön a felszín, és ugyanúgy vissza is engedhető a folyóba, tehát nem szükséges vissza sajtolni. Korábban ennek a feltárására mi adtunk egy ajánlatot, majd pár év szünet után önkéntes munkaként újra elkezdtünk foglalkozni a területtel, és kidolgoztuk ennek a hasznosítási lehetőségeit. Ahhoz, hogy ugye ki lehessen
termelni a termálvizet, tudni kell, hogy pontosan hol is van ez a felszállt kipúvás. Erre alkalmas módszer a vízi szeiszmika, a geofizikai mérések, amelyeket több helyen a világszerte, itt legközelebb a metró átvezetésénél alkalmaztak a Dunán. Ilyen nagyon szép felvételek készülnek két és fél-három dimenzióban a területről, amelyek kihozzák nem csak a rétegtesteket, de azoknak a töréseit is. Ez a szelvény egy korábban csak fúrások alapján készült Pesti vonalon haladó földtani szelvény. Ez pedig egy valódi mérés eredménye, ugyanis szerencsés módon ugyan nem ez volt a cél, de egy darab korábbi mérési szelvény, egy kisebb felvonás szelvény áthaladta a területen a dagály előtt, és bemutatja azt, hogy hol is helyezkedik el, legalábbis egy szelvényben, ahol helyezkedik el, ez mégis Fürdősziget. Ugye itt az 11.240-es mérési pontnál a EOC mészkő, amely már termálvíz tárolódik, láthatólag közvetlenül a meder alatt helyezkedik el, tehát itt ebben a pontban 90-95 méterre a parttól biztosan ott van ez a kibúvás. Ezt nem csak a régi adatok, hanem a világháború környékén az Árpád híd és egy másik műtárgy kapcsán létesült mederfúrás is megerősítette, hogy itt folyamatosan 40 fokos víz bujog föl és adódik hozzá a mederhez. Na most, ha valami ilyen közel van a felszínhez, ilyen közel van a parthoz, akkor ugye mérnöki szempontból nem volt kihasználni. A legegyszerűbb módszer az, hogy a part az ember csősajtolással vagy ferdefúrással eléri a víztartót, és a vizet igyekszik kihozni, de elérhető ugyanaz a víztartó, ahogy korábban is feltárták, hajóról készült fúrással, ugye ez a lehetőség jelenleg is rendelkezésre áll, illetve hát nagy építések vannak a területen, tehát akár a sziget visszaépítése sem számítana, szerintem ma már nagyon eretnek gondolatnak. Itt röviden bemutatok két hasznosítási vázrajzot. A középen látszik a termálvíz tartóréteg, a barna a vízadó agyagréteget jelzi, és fent pedig a Dunakarics, illetve a Duna látható oldalt a mesterséges műtárgyakkal, illetve magának a dagálynak a kutyával is, amely ugyanezt a réteget már 120 méter mélységből termeli ki csak. Itt pirossal jelöltünk két darab csősajtolást, ezek 100, illetve 120 méter hosszúak, és 18-40 méteres mélységbe hatolnak le. Zölddel pedig két felde fúrást, 45 fok, illetve 30 fokban, mindezt a 150 méteres mélységgel. Ez ilyen technológiával, bármely technológiával, ugye a pesti oldalról, a dagály területéről, vagy adott esetben nagyobb távolságokat, nagyobb fúrási összakat használva az Óblai sziget területéről elérhető ez a termálvíz tartó. A másik megoldás az, hogy pedig uszályokról készülnek sekélyfúrások, ekkor a víz kivezetését a mederben kell megoldani, megfelelő dupla csövű védett csővezetékkel. A uszályok alakulása annyiban praktikus, hogy a legfelső zónában, tehát a állandó Dunával érkező zónában lehetőség van injektálásra és a Duna kapcsolat valamilyen fokú lezárására, és ezzel ugye a kitermelt víz biztonságosabb, illetve a hozama is megnövekedhet. Ez volt előadásunknak a lényege röviden, köszönöm a figyelmet, és akit érdekel, keressen meg minket a feltüntetett e-mail címeken.